A legutóbbi fordulóban szerdán Sopronban léptek pályára nyíregyházi kosarasok. A mérkőzés nagy részében a hazaiak akarata érvényesült, bár voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor esély kínálkozott a szoros végjátékra. Meccs előtt mindenki tudta, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Próbáltunk az esélytelenek nyugalmával pályára lépni és játszani egy jó meccset. Nem is kezdtünk rosszul, második negyedben voltak kisebb fegyelmezetlenségek, vagy egy kis kihagyás, akkor meg tudott lépni a Sopron egy olyan 10 ponttal. Aztán a harmadiknél kifejezetten jól kezdtük, talán 4 vagy 3 pontra is visszajöttünk, és utána kaptunk egy vagy két 3 pontost, kezdett állandósulni az 5-10 pontos különbség. A kritikus szituációkból aztán rendre a Sopron jött ki jobban, amely végül 82-64-re megnyerte a találkozót. Szombaton Busz Iván korábbi csapata az atomerőmű esély érkezik Nyíregyházára. A paksiak a legutóbbi fordulóban hosszabbítás után kaptak ki Székesfehérváron, így lecsúsztak a tabella első helyéről. Talán az egyik legmélyebb, hanem a legmélyebb keretük van, amíg a szolnokéval is vetekszik. Rutinos jó magyar játékosok és nagyon jó külföldiekkel vannak felvértezve. Igazából itthon mindig meg kell próbálni nyerni, és úgymond nekiugrani az ellenfélnek. Láttuk, volt erre már úgymond pozitív a példa a Körmend ellen, akik friss kupa győztesként érkeztek, ugye 25 ponttal is vezettünk. Más kérdésre nem tudtuk megnyerni a találkozót. Ugyanúgy kell kimenni. Megint nem mi vagyunk feltétlenül az esélyesek, de bízom benne, hogy tudunk meglepetést okozni. A Malsó-Nyíregyháza atomerőműese mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában. A forduló további párosítása a következő: Mavsz Jászberény, Kecskemét Kaposvár, Körmend Pécs, Szombathely Albafehérvár, Szeged Szolnok és Zalaegerszeg Sopron.